Munkatársaink utazását az Opel Magyarország biztosítja. Hát egy gyönyörű stadion, nagy terület a gyepszőnyege is, úgyhogy ha nem lennék ennyire idős, még vállalnám is a játékot, mert tényleg öröm egy ilyen stadionban futballozni. Mondta Egervári Sándor, a Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya, a bukaresti edzés után az NSO TV újságírójának. A napra pontosan 2 éve átadott a román nemzeti stadion pénteken várhatóan tele lesz, félelmetes hangulat várja majd a 2 csapat játékosait. Alig várjuk ezt a megmérettetést játékosok és edzők egyaránt, várjuk a pillanatot, hogy mire leszünk képesek Bukarestben. A meccs előtti utolsó edzés jó hangulatú volt, a keretben mindenki egészséges, és egyre fokozódik a meccslázis. A cél egyértelmű, győzni kell pénteken. Jó hangulatú edzésen vagyunk túl, kicsit a csapat egy kicsit feszültebb a kelleténél, de azt gondolom, hogy egy románia mérkőzés előtt ez így van rendben. Mi azért mindenképpen a győzelemre játszunk, úgyhogy leszeretnénk győzni a román csapatot. Ezért fogunk megtenni mindent, úgyhogy döntetlenben nem gondolkodunk, hogy aztán milyen eredmény lesz a végén, azt majd az élet eldönti. Gondolom, már kívülről belülről ismeritek őket. Mit mond a kapitány úr, mi a gyenge pontjuk, hol foghatók meg ők? Hát inkább a mi pozitív dolgaikat helyeztük előtérbe a héten, úgyhogy én azt gondolom, hogy támadásban nagyon jók vagyunk. Mindenképpen gólt vagy gólokat kell szereznünk. Hatalmas az érdeklődés a pénteki román-magyar világbajnoki selejtező mérkőzés iránt. Román újságírók szerint akár a nézőcsúcs is megdőlhet péntek este a román nemzeti arénában. Egervári Sándor a találkozó előtt 1 órával hirdeti ki a kezdőcsapatot, a mérkőzés este 8 órakor kezdődik. Érdemes lesz azonban addig is a Nemzeti Sport online-t és az NSO TV-t figyelemmel követni, hiszen helyszíni anyagokkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk!